Karakuri Fesztivál nem jöhetett volna létre, ha Pécs városa, a Magyar Kulturális Kormányzat és a barátaink nem segítettek volna bennünk. Pécs városa ismét a keleti és a nyugati kultúrák találkozási pontja. Az európai bábművészetben is egyedülálló módon itt Pécsett az elmúlt hetekben a kiállítások alkalmával és a fesztivál programjai során is találkozik egymással az indiai, a kínai vagy éppen az 500 éves török árnyjáték hagyomány, ötözve természetesen az európai hagyományokkal és bemutatva ezt a nagyon gazdag, páratlan egyedi hagyományt, amely bennünket, magyarokat jelent. Szakolai Várvét! Amikor kint jártunk Indiába, két és fél évvel ezelőtt, Keralában, akkor találkoztunk ott a Tolpavakotú játékosokkal, és az olvasmányaink alapján azt gondoltuk, hogy itt Kerala teli van ilyen játékossal, és teli van ilyen csapatokkal. Aztán kiderült, hogy ez nem így van, alig akadtunk egyre, velük is protekcióval és segítséggel tudtunk találkozni, akik még ezt a tradicionális keralai templomi árnyjátékot játsszák. És a következő tanulmányutunk Törökországba vezetett, Törökországban pedig csengizözeket látogattuk meg, aki mesélt a török árnyjáték hagyományáról. És ő mondta azt, hogy a 2017-ben a török árnyjáték 500 éves lesz. Ugye az írásbeliségben 500 évvel ezelőtt jelent meg, és már volt két kapocsunk, hogy milyen izgalmas dolog lenne, hogy a még felelhet tradicionális árnyjátékokat elhozni ide hozzánk Európába, és megnézni, hogy itt nálunk Európában a fény-árnyék játék az hogyan működik, milyen színházak vagy kik használják egyáltalán, és akkor elindult egy keresés. Tavaly volt a Filmművészeti Egyetemen egy nagy találkozó, ahol az európai vagy a világ akadémiáin a bábtanszékekről jöttek előadók, és ott találkoztunk Xiao Xinnel, egy kínai színháztörténésszel és tanárral, és így indult el a kapcsolat kelet felé, Kína felé. Dus Polet pedig régi kedves ismerősünk, aki az indonéz vajangjátéknak nagy tudója. Ő pedig hozta az indonéz oldalt, és segítséget adott mind a kiállításhoz, mind pedig a dalankhoz, a bábjátékosnak a megtalálásához. Nem volt egyszerű Európában találni játékosokat, úgyhogy arra hagyatkoztunk, hogy kapcsolatunk volt néhány nagyobb bábszínházzal, vagy olyan bábosokkal, igazgatókkal, akik színházában foglalkoznak árnyjátékkal. És akkor így kerestünk előadásokat, hogy kik azok, akiket még meg is tudunk fizetni, és el is tudnak jönni hozzánk. Így érkeztek hozzánk a cselek, egy viszonylag régen elkészült előadással, de egy nagyon izgalmas, jó előadással, a Szávitrivel, teli leleménnyel és ötlettel, hogy a modern technika, tehát nem használva, mégis olyan illúziót tudtak varázsolni a színpadra, ami mindenkinek kedvére volt. És arra gondoltunk, hogy lenne egy-két olyan egyetem is, ahol bábszínész hallgatók foglalkoznak árnyjátékkal. És így kerültünk kapcsolatba a pozsonyi egyetemistákkal. És Marika Kecskesovát kerestük meg a Pozsonyi Egyetemről, és ő azt ígérte, hogy jó, a fél éves munkáját, a friss bemutatót, amit az egyetemistákkal készített, azt elhozza hozzánk és bemutatja. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas kísérletnek tűnik. Tadeusz Wirzbickiről pedig, aki Lengyelországból érkezett, róla több bábos mesélt, hogy kitalált egy nagyon sajátos fénygörbítő
tükörvarázslatot, amivel apró pici történeteket mesél el. És őt pedig azért hívtuk meg, mert egy olyan formáját használja ennek az árnyjátéknak, amit még máshogy nem láttunk és nem hallottunk. Hát mi most szervezünk először fesztivált, úgyhogy nekünk minden feladat új és megpróbáltatás volt. A keletiekkel nem egyszerű kommunikálni, ők annyira más világból valóak, más gondolkodás módúak. Ha mosolyognak, akkor sem biztos, hogy azt... Tehát nem biztos, hogy az a meta jele nekünk, hogy tényleg minden rendben van. Vagy az indiai, amikor így csinál, akkor mi mindig elbizonytalanodtunk, hogy hú, valami nem jó. De ez azt jelenti, hogy minden rendben van. Meg valahogy a fogalmak jelentéstartalma is egészen más. És ugye a meta nyelvünk az az angol nyelv volt, és érdekes, ahogyan ők használják, nyilván a saját kínai gondolatukat mesélik el angolul, és mi is, úgyhogy ez így nem volt egyszerű történet velük a kapcsolatot tartani. Ugye, ahogy megérkeztek a vendégeink, hirtelen mindenkiből egy nagy család lett, és együtt nézzük kíváncsian egymás munkáit, kísérleteit, és örömmel töltjük ezt az időt. Köszöntöm a vendégeinket, akik Lufeng városából érkeztek. Az UNESCO védetté nyilvánította az ő mesterségüket, ami nagyon nagy öröm az árnyjátékosoknak is. Ez a kakát, amit most látod, már több mint 40 éves. Most kérjük a két művészt. Thank you.
Márkusz Színház felkérte az intézetünket, hogy a Karakulit Fesztiválra az öt helyszín egyikére a magyar kiállítás anyagát az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézet biztosítsa, és nálunk ugye a legnagyobb és talán az egyetlen ányvább hagyaték a Bükki Béla munkásághoz kapcsolódik. A pedagógiai célja megvalósításához használta fel a báb művészetet, és ezért az ánytechnikának egy ilyen egyszerűsített változatát használta, eltért a jávai, illetve a keleti bőrbáboktól, és ezért, hogy láthatjuk, technikában kartonpapírt használ, és bármilyen ilyen édességipari dobozok hátuljából, vesszővel együtt bármilyen anyagból tudott itt dolgozni. Általában egy mozgatás pontú bábai vannak, amiknek csak a karja mozog, illetve az áttöréseket itt mondjuk pont papírra, de általában műsejemmel dolgozott, és mi is itt a bábkészítésnél sejem papírt használunk most az áttöréseknek a színezésére, és itt mellettetek ez egy nagyon szép példa, ez itt végig műsejemmel van, szintve a halodatek irányfia. Ez a legszínesebb ányjátéka, egyébként általában nem ennyire színesek, mert ezek nagyon sérülékenyek, onnantól kezdve minél több az áttörés, annál kevésbé stabil a bábnak az állapot, és annál nehezebb vele játszani. Szóval az ányjáték technikát használta a pedagógiai céljaihoz, és szakköröket tartott, és ezért egyre jobban egyszerűsödtek a bábjai is, mert itt, ha megnézzük, itt még fából minden mindent ugye mozgatható a nagybőgőnek, de egy későbbi változatban már egyből van az egész, hogy minél könnyebben a gyerekek el tudják készíteni. A játékról szól, a felfedezésről, arról, hogy mindenki kipróbálhatja azt, amit amúgy nem próbálnak ki, mert ennyi mindent összehordani otthon, az általában rémisztő már arra, hogy majd el fog kellene takarítani. És ennek a fesztiválnak az apropóját mi összehoztunk egy csomó olyan dolgot mindenki számára, amivel ki tudja próbálni azt, amit már úgy régen ki akartunk. És ez figurákat olyan anyagokból próbáltam összehozni, amik ilyen hulladékként vannak otthon. De amikor elkezdtem az Árszínházról gondolkodni, akkor az embert kezdtem el keresni benne, hogy tud belemenni az árfigurába is, az emberi kéz vagy az emberi test, és akkor ilyen kiegészítőket kezdtem el keresni. Nyilván nem egyedül a világon, ez ilyen szerintem 100. majom effektusba jön, és nagyon örülök neki, hogy egy csomó mindent itt emberek kipróbálnak, mert a célunk az volt ezzel a workshoppal, hogy egymást inspiráljuk arra, hogy mi is az Árszínház, mit mond nekünk, mi jön köztünk létre, tehát hogy
hogy engem ez érdekel sokkal inkább, hogy mi jön az emberek között létre, mint az, hogy az egyiknek és a másiknak a külön-külön véleménye, hanem mi a közös véleményük valamiről. És itt ezekkel a játékokkal, amik történnek a gyerekek a homokba, a Miladánál a papírszínházal, vagy ott a másik paravánnál ezekkel a térfigurákkal. Ezekből a síkfigurákból ugyanis még utána jöttek a térfigurák. Tehát, hogy ezt hogy lehet akkor térbe, hogy akkor megmozduljon és ne tűnjön el. Tehát, hogy van olyan, ami már háromdimenziós, mert hogy a drót engedi, aztán jött a műanyag, hogy ha már akkor mi a 21. századi anyagunk, akkor itt vannak ezek az áttetsző PET palackok és PET fóliák, és akkor ezekből így próbálkozunk és alkotóműhelyezünk. Az viszont bebizonyosodott, hogy fog kelleni hozzá egy fényforrás, valami, amire vetítek, és valami, ami árnyékot vet. Ennyi. És mondjuk így rezegtetem meg, akkor az egész figura, drámai hatás ezzel az effekttel, éppen dühös a harcos. Nincs jó. Ezt mindenki látja. Nem jó neki. És akkor most leszünk igazán rá. A szellem is. Jövök rezegtetni. Kivel rezegtetni? Meglőtték a harcot. Hát ez a lényeg. Ez ételfesték. Ez ételfesték és szívószálat használtam ehhez a trükkhöz. Most kipróbálunk egy másik szint. És akkor ehhez lehet használni olajat, olajcseppeket. Nagyon érdekes lehet például egy pesgőt adva, hogy anyák kipróbáljuk azt is, hiszen ezért vagyunk itt. A fény útjából azt kipiszkálnodta magát. Például egy lozó diszkosz. Itt pukizik éppen a lényeg. Ez egy pesgőt adva. Például ez így néz ki egy tárgy. Meg, igen. Persze. Hát majd hozzá majd, amikor egy pillanat, ez lehet, most így azért, hogyha nagyon zavaros lesz, akkor majd kiöntjük és kicsinjük a vizet. Egy pici helyet, hogy így csinálnátok körülötte, Júlia, te is. Tehát, hogy a pici hely az mondjuk 1 méter. Ez pedig mosószer. Ez jár. És mindjárt egészen érdekes dolgok. Until a sound woke him up.
are you doing here? Just go back home and go to sleep. It is the middle of the night. I cannot sleep. The fireflies are flying around my house, flashing their lights on and off. On and off. On and off. And they don't let me sleep. You are the boss of the jungle. You are supposed to do something about it. Mr. Buffalo, how are you tonight? Is it true that, how can I say, that you've been dropping your poop all over the road? Oh, yes, because the rain washes holes in the road every afternoon and I try to fill them in the best way I can with my poop. If I don't fill in the holes with my poop, somebody may stumble with the hole, fall, and get hurt. Oh, I understand. That is so very, very thoughtful of you, Mr. Buffalo. Just please, keep doing what you're doing. And good night. Oh, good night, and mind your step! And that's how the elephant went once again walking across the whole jungle, and this time all the way up the hill. To go and speak. Good night, beautiful rain. How are you tonight? Is it true that you've been raining really hard every afternoon, making big holes all over the road? Oh, yes. Oh, yes. I have to rain to make puddles. Puddles for the mosquitoes. Without puddles, mosquitoes may die. So I rain every afternoon.
rain. Just please, keep doing what you're doing. And good night. Good night. And that's how, once again, the elephant went walking across the whole jungle. But this time, to go back home and try to get some rest. And he was just about to fall asleep when a noise woke him up. Someone might accidentally, you know, step on the, you know, you understand me? And the buffalo, well, he's dropping his poop in the holes that the rain is making every afternoon to fill them in, because he doesn't want anybody to accidentally step in it and fall and get hurt. And, well, the rain is washing out holes every afternoon to make puddles for the mosquitoes. Ah! So it's all the mosquitoes' fault. We should go and speak to them. No. I have a better idea. We go and speak to the rain. Yes, we speak to the rain and we tell her to stop making holes all over the road so then the buffalo, he won't have inside the holes, and this way, finally, the fireflies will stop flashing their lights, and I could finally sleep. But if there are no puddles, there are no mosquitoes. And if there are no mosquitoes, I would have nothing to eat. Gecko, in this world, everything is connected. And with some things, you just have to put up with. And now, it's past 4 in the morning, Gecko. Just go back home and let me sleep. And now what, Gecko? Nothing. Good night. Aye, good night. And that's how finally Gecko went back home and closed his eyes and fell asleep. Outside, the fireflies were still blinking their